Sziasztok, Pala vagyok, és itt vagyok egy újabb... mit játszunk? Itt van velem fenyves. Divinity 2, a Definitive Edition. Original Sin, Definitive Edition. Ja, szóval a lényeg az, hogy így állunk itt, és hát nem engednek be az őrök. A fenyves így mondja nekem, hogy hát itt a haverjával idejöttek, azt szétbaszták az őröket, azt bementek. Mondom, hogy jó, de most ezek level 4-es őrök, tök nagy ellenállással, extra harci kutyával van, hozzájuk íjászuk is. Szóval ezeket itt, ha most így megtámadjuk, szerintem előtte érdemes itt save game-et nyomni. Próbáljuk meg. Figyelj, egyszer élünk. Jó, várjál, save. New save-et fogok csinálni, és ez lesz az őrök Halál. előtt. Oké, elszévettem. Akkor beszéljük meg, hogy melyiket támadjuk. Nem úgy kéne, hogy ne, tehát az IS ne lásson ránk, tehát valahol itt kéne feltennünk a frontvonalunkat. Jó, akkor legyen az a stratégia, hogy én itt leköpöm őket, de gyere közelebb, gyere közelebb. Nem fog beleugatni ott a város többi része? Reméljük nem. Reméljük. Na szóval itt leköpöm őket, és elszaladok hátra, aztán te is leköpöd őket, és hátrébb szaladsz, és akkor utána meglátjuk, mert ennél tovább nem látom. Jó, próbáljuk meg. Az, mert akkor így én így most leköpöm őket, így. Ez azonnal au. Ez nem, de leharapta a HP-mnak a kétharmadát. Vagy nem volt HP-m? De volt. Ez, igen, ez 18 volt. Jó, akkor te jössz. Hát konkrétan a kutyáját nem tudjuk megölni, nemhogy őket. Mit szólsz ehhez? Se jutok. Ja, te zizektél a játékba. Oh, az IS lát engem. De nem találtam. Te hallod ezt a rezgést? Én nem. Tőlem jönne át. Jó. Nem tudom, valami fura hang volt. Most ilyenkor mi van? Ja igen, véletlenül eltállt, tehát átpattant rád a villám is. Most le vagy sokkolva. Én oda dobtam nekik, az égést a mágikus vértjük lefogta. Majd tarts arra is pontot, hogy pozíció... Á, nem, a kutya megharap és megöl. De nem fog, mert le van stunnolva, hogy minden igaz. Le van stunnolva? Akkor viszont futok. Nem biztos, az a baj, nem írja, hogy... Nem tudsz... De... Fortified, ők is varázsolnak. Király! Oh. Én már megborultam. Én se állok messze tőle. Szóval én elhiszem, hogy a haverod az így a levertétek őtket, de lehet, hogy vissza kell mennünk a békákhoz. Igen, ez így valószínűsíthető. De csak a békákon tudunk szintezni. Szerintem ott lesz tovább izé. Tehát, hogy ott már tovább tudunk menni. Illetve ott használtunk egy olyan kis csalást, hogy a robbanó hordókat mind odahordtuk az őrökhöz. Amit viszont még nem vesznek támadásnak. Értem, és itt hol van robbanó hordó? Hát itt van a térképen, tehát így itt a városban van 3-4 legalább. Az nem csalás, hogyha oda hordjuk a robbanó hordókat, de az őröket az meg fogja ölni. Hát legalábbis belégtunkol egy jó 30 sebzést így alapból.
Hát, és azt hiszed, hogy 30 sebzésére voltunk a megoldástól? Jó van, na. Értettem a szóból. Megyek vissza a barlanghoz. Jó, várjál, meg követlek. Ja, miért? Az ötletem támadt még. Gyere. Nézd, itt például van egy kutya. Ezt is megölhetnénk XP-ért, nem? De olyan kis cukin néz ki. Hát most... Van jobb ötleted? Hát annyira nincsen, de várj meg, míg elmegy a kozőr. Elment az őr. Mert... Na, ő Frozen. Az Frozen. És a seggébe belelökted a villámot, mint egy szit. Hát te úgyis ki fogod olvasztani, szóval. Ja, most arra gondoltál, hogy kell lemenekülni? Az a baj, hogy kiolvasztottad. De minek menekülni? Már te megöld a következő izével. De ő jön. Tehát én értem, hogy megölöm. Téged nem támadnak a moszkitóim. Ha mert ha tűzzel lövöm, akkor az, akkor megsütlek. Nem menj messzire, nézzük meg, hogy ez a doktor itt ad-e nekünk valami pluszt, vagy... Vannak nála varázslatok. Milyen varázslatok? Nem az a kérdés, hanyas szintű a doki? Level 2. De mikor, mikor megölöd, akkor nem tudod már kilútolni, jól tudom. Nem? Nem. Ezért jó az a kirabolás, mert hogy akkor így úgy tud elvenni tőle a dolgait, hogy így... Érted? Jó, amúgy van neki almája, gomb... De milyen árak vannak itt, te fiú? Ez nagyon kemény. Hát semmire nem jut lóvé. Nem nagyon tudunk bizniszelni velük. Oké. Jó, akkor ezt nem támadjuk meg. Oké, elfogadom. Menjünk békázni, gyere. A békák ellen se volt sok esélyünk. Megérzem. Na jó, de... Egyébként milyen nehézségen nyitottad ezt a mapot, csak hogy tudja. Van nehézségállítás? Igen, a legeslegején, hogy milyen nehézségen generálod le a mentést. Hát nem tudom, alapbeállítás. Ott van egy enemi, két enemi. Most már látjuk őket? Nem látod? Ott van a piros pettyű. De. Azt mondom, hogy most miért látjuk őket, a régebben nem láttuk. Azért, mert ambusoltuk őket, csak elmenekültünk. Tehát, hogy most már előbújtam. Ja, hogy... Aha, értem. Jó, oké. Lépkedek itt mögötted. Nem tudom, mi a jó stratégia. Nem, gyere vissza! Hallgatlak. Szerintem a menekülési útvonalon ezt a savat tüntessük el. Jól van, legyen úgy. Kezdjük úgy. Mert csak azért gondoltam, hogyha itt majd csikongatva rohangálunk a békák elől megint, akkor legalább legyen az, hogy nincs az út közepén egy vizes hordót akarsz nekik? Jó, keményen állsz hozzájuk. Vizes hordó. És csak két béka van, mert az előbb négy volt három. Még. Miért nem tudok jobban kizúmolni? Nem tudom. Figyelj, én most oda megyek, és az egyiket meg fogom betargetálni, jó? Jó.
Oh. Ben vagy fájdva? Igen. Jöjjek? Jó, jövök utánad. Még ne, várjál. 64, 64, 68, oké. Mindegyik béka vizes. Melyik? Mindegyik, tehát nyugodtan mehet az Electroc út. Kicsit közelebb kell állnom, basszus. Ez jó, az le van stánolva, a baloldali békával kell foglalkozni. És akkor jön a harmadik. Sokkoló, hogy miket tud az a béka. Na, és akkor most van az, hogy... nekem ez területi spellem, de még messze vannak. Minden range-en kívül vannak. Melyik békát támadjuk? Szerintem ebből megint kicsit menekülés lesz. Azt szeretném, hogy szétszakadjanak, és akkor az egyik ellen egyiket tetőt nyomni. Tehát 3v2-ben nem hiszem, hogy túl sok esélyünk van. Hogyha le tudnád idézni azt a kis szutyogányt, ami robban, és előre küldenét, hogy azzal foglalkozzanak, az rendkívül jó lenne. És nem kell fel... Igen, és én meg fussak el. Tök messzire el tudtam futni. És a szutyogány mit csináljon? Merre menjen? Hát tankol. Négy pontja van, de hogy álljon eléd balra előre, menjen a béka felé, tehát hogy azért kérdezem, hogy mit csináljon? Menjen oda a villámló béka felé, ennyi az egész. A középső béka felé? A villámló béka felé, ami így villámlik és zizeg. Szóval, amíg villámlik és zizeg, a középső? Igen. Robbantjak is rá? Ne, mert akkor nem fogja, tehát nem fogja a magára vonni a figyelmet. Akkor csak megüttem. Jó, az lehet. Te jössz. Stratégikus, amit csinálunk. Ez lesz a baj vele. Hát jó anyját. Igen, ez egyetértek az állításoddal. Menekülünk, vagy... Menekülj csak. Vagy rálőjek egyet, és úgy meneküljek. Rá is lőhetsz, ha gondolod. És... Futi van. Ugye? Az jó, az magára vonta tényleg a figyelmet. Robbanhatok? Még a villám most ki tudja tankolni, hogyha nem robbansz. Igen? Aha. Jó, akkor megütöm a másikat is. Még mindig robbanhatok. De hogy érted, ameddig ott maradnak is... Instantly kills your target. Akkor robbanj. Azt nézem, hogy annak kevesebb, annak több HP-ja van. Immun to air damage, basszus! Immun is volt rá. Ha kifutunk innen... Próbálj meg... A barlangból... Megpróbáljuk? Hát, jobb ötleted van. Futsz Robin a bátor. Igen? Utás!
Most te jössz? Itt egy kicsit úgy érzem, hogy el fogunk akadni ezen a ponton. Hidd el magadra, emtek van a hílgyűrűt, tudod? Nem, hol van a kijárat? Azt nem tudom. A kijárat? Ott, ahol a homokos rész van. Kösz! Azt mondja, ott, ahol a homokos rész. De... Hogyha húzol egy vonalat, közt, tehát így, amerre én megyek éppen, ott van a kijárat. Értem. Az a luk, aha, 5 AP, oda, arrafelé fussunk. Egy béka jött utánunk, mert akkor most következőleg hílelünk. Bírod? Hát... VHP-n vagyok. De őt most be tudom stunnolni. Jó, és úgy jöv, akkor magamon hílelek egyet most, mert jó. Muszáj. Oké. Okay. És folyamatosan csörgök. Csodás, nem? Uh-huh. Megpörkölöm a békát. És... ha meghagyom az akciópontot, akkor az megmarad a következő körre, ugye? Azt hiszem igen. Jó. Ha már itt tartunk, akkor... mi lenne, hogyha égnél? Ég, ég is a béka. De immunis a villámsebzésre. Is. Hát akkor... akkor poti! Micsoda? Értem. Akkor bepotizol, mert meg fog gyújtani egy égő béka. Hát most érted. Ajajajajajajajaj. Immunis a izére. Nem az a baj, hanem hogy jön a haverja. De addig ezt levárjuk. Oké. Okay. Oké. Okay. Nincsen hullánk, amit föléleszek, hogy robbanót csináljak. Akkor... és nem tudok elég közel jönni, úgyhogy elmentem a pontokat, mert jön a haverja, szerintem menekülni kell majd. Jó. Ez a béka meg lesz, azt vágod. Hogy egyet leverünk, és azért fogunk valami XP-t kapni. Hát, az XP. Uh-huh. Meg kikerültünk kombatból, ha jól látom. Csak te. Várj csak, neked akkor most minek a cooldownjaid? Felhílálnél engem? Igen. Vagy? Igen, mindjárt lemegy a heal cooldownja. Bekerültem a fightba, de megkaptad a hilt. Nem kerültél be. Nem? Nem. Akkor meg várj egy pillanatra, mert még mindig cooldownom vagyok, addig válaszok az évének, hogy 10 perc múlva vagyok, övé vagyok meg minden. Megkaptad a hilt? Igen, amúgy. Megkaptam. Az első részét. Akkor kipróbál. Az első részét, mivel ez két charge-os, de hogy így... de megint meghilleltelek, nézd csak! Igen. Tehát, hogy most megállítottuk az időt magyarul, én időn kívül vagyok, a fenyves időn belül, és én a téridő kontinuumból hilegetem a fenyvest. Tehát, hogy így elmondom nektek, hogy mi történik itt, mert szerintem érdemes értelmezni, amit látunk. És hogyha a fenyves full HP-n lesz, mondjuk így kb. Most, hát ez már majdnem full HP, akkor megvárom, amíg a cooldownom lemegy, tudjátok, én a téridő kontinuumon kívül helyezkedek el, én szerintem megtaláltuk a fight-nak a lényegét. Tehát, hogy abszolút nem használjuk ki a játék gyengeségét jelen pillanatban. De most jelenleg ki használjuk a játék gyengeségét, eddig nem használtuk ki. Oké, okay, még egyet híleljek, és fullon menjél? Ne, menjél rég össz.
Enternelek? Nem, a Hillellek, legyél fullon, ez sokkal viccesebb lesz, úgyhogy megvárjuk a kódát, én még rá is gyújtok, hát ezt komolyan mondom, most kezdtem el élvezni. Igen, valami hasonlót csináltunk az őröknél is, tehát így... Oké, de... Ez forever heal, tehát hogy vágott, hogy te mindig fullra leszel healezve, ha nem egy lépés, egy kör alatt mernek agyon. Jó, és akkor most közelebb tudod hozni a békát? Enternelök és akkor közelebb jön, de hogy így érted. Aha, jó, mehet. Oké, közelebb jött. Na most bekerültem a körbe, ahogy elnézem. Most még ez jó sokat sebzett rám. És jön a haverja, úgyhogy... Bele kell húzni. Na. Először is, én kezdésnek nyomok egy kettest, és... Most hát tudsz támasztani izét? Hát persze! Oké. Okay. És leendelem a... Hát közelebb kéne jöjjek, nem kell nem, mi. Nem. Majd hilej, te kiállsz. Hilej rám, ennyi. Aha, az jó ötlet. A kis szutymákodat majd tolt közelebb, hogy azt támadják. Az majd, ha megnézed fönt, látod, hogy ki mikor jön. Persze, azt mondom, hogy majd. Nem mosok tenni. Tehát, hogy akkor enternölök. És most a fenyves jön. A szutymák még nem jön. Kiállok a tűzből, vagy... mert az úgy hallottam, hogy az rossz. És lefagyasztjuk ezt az idiótát. Ami már egyébként kapott elég dotot tűzből, meg a korábbi robbanásokból. Lehet, hogy ez a három béka meg lesz, de nyögvenyelős lesz fenyves. Mert szerintem tényként jó nagy nehézségén nézott ezt a szutykot, vagy ezt a kampányt. Hát, van valami problémád a kihívásokkal? Én tűzvonalba hozom magam. És úgy ítéltem meg, hogy béka pofáink egy vonalon közlekednek, oda mehet a tűz. És a, ugye? A tűrős szutyuk azt nem tudod, de oké. Okay. És damage-eljük is. Picsába az kijött onnan, engem is elkezdtek bántani. Oh. Ez a meggyújt, megmérgez, ez nem igazán egy barátságos húzás. Na. Megjelés támadj. Azt nézem, hogy ennek ennyi a HP-ja, annak meg már alig van. A nagyobb HP-sra robbantom rá, jó? Majd menj a kettő közé, és ott robbanj. Hát úgy gondoltam. Persze, természetesen így, itt gondoltam robbanni. Nem? Így. És lémúnolta. Agenya. Te jössz. Elsőként. Ha már volt egy ilyen kedves. Lásd ki, el van dolgod. Egymást hílelgetjük közbe. Ez jó, ez tetszik. Én jövök utánad, majd úgy kalkulálhatsz. Tehát, hogy még üsse, persze, amit lehet, nyomjál bele. És többre nincs. Jó. Jó. Viszont én most azt nézem, hogy a tüzem, ez a tűz nem éri el, viszont a igen. Mehetnek a kis, engem gyógyít, őt megsebzi. És gyere ki a tűzből, mert már nincsen kör. Meg elebből benne is maradhat. Tűlök én, hogy... A helyzet az, hogy most van az, hogy te hogy állsz hillel? Még egy kör is tudok hillelni. Tudod, fight közben én ráthilleltem egyet. Így gyors megoldásként. Jó, na... Kiszabadítottuk a gyerekeket a békák sanyargatásából, úgyhogy most megyünk lootolni.
Mi van a békába? Volt benne gatya, gatya, valami izé, víz, meg alma juice. Akkor ebbe a békába van resurrection scroll, egy fejsze, meg valami olajos flaska. Én közben felgyújtogatom itt a mérget. Látom, látom. Azt hiszem az lesz a történet, hogy annyira megszeret minket a magisztrátus ezért a gyerekeknek a felszabadításáért. Én már látok itt mindenféle lootolni valót. Kösz! Méreg volt ott, és mondtam, hogy ezt csinálom. Nem gond, hílelek egyet magamon. Szóval találtam valami dobozt, abban van stick meg ripped shirt. Figyú, álljunk már meg egy pillanatra, föl kéne öltözni. Hát nyugodtan. Azt mondja, hogy mi van rajtam? Egy semmilyen pent helyett jobb az ellenállásos pent. A semmilyen póló helyett jobb a physical armoros póló. Ugye? Tudok neked, állj meg, neked is tudok kidobni physical armoros pólót, azt így ki tudom dobni, király. Nézem, hogy mit szedtünk össze, az valami mérgezett hal, pite. Meg jó, hogy ilyeneket találok. Ja, mindegy, azt vedd föl, az is fizikai armor. Elvettem. Na, és akkor most már kilútolhatom azt a dobozt, ugye? Amúgy majdnem szintet léptünk, ugye tudod? Mondaná... Itt vannak dobo, ott vannak hordók, azokat nem lútolod? De. A fenébe. Hát jó. Nem, csak azt a izét akartam megszerezni. Itt volt egy tucint, meg szerettem volna szerezni. Igen, és végül is miért nem szerezted? Mert nem elég magas hozzá a telekinézi skillem. Itt volt 9 gold. Jó, hát akkor szerintem elindulhatunk visszafele. Nem? Aha. Fenyves. Aha. Akkor szerintem teljesítettük a gyerekek kiszabadítása küldetést. Mondjuk... És itt van egy... Itt most... És beszélni kell a gyerekekkel? Most ott kiderülne, hogy igazából ezek a kedvenc békáik voltak, és hogy rohadjunk meg, hogy... Mi vagyunk a szörnyek nekik, amúgy. Oh. Milyen kis kedvesek. Hát akkor kimegyünk. Nem, nem, ezen nem férünk át. Mit találtál? Nem tudom. Oh, what's this? Hopp! Ó, te fő jó! Elfeledett cella, és mi van a vég... Ujja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 j
Oké, elszévettem. Van előttünk egy ellenfélnek látszó tárgy, gyere. Most akarjuk, hogy mi a következő részben? Most akarjuk, most. Nem? Akkor most, figyelj. Beszélek vele, várjál. Oké, beszélj vele. Várjál? Várjál, ott van itt egy doboz. Kiszedem,
Lett egy íjam, az felszerelem mindjárt. Van egy zacsi, az üres. Hogy kell felszerelni az íjat? Inventory. És a vitality értéket felett van kettő kéz, és oda kell behúzni. Igen, két kezes íjam van. Na, most beszéljünk. Mit tett a karabácsi? Egész kedves! Azt mondja, hogy segítsünk neki. Elmondtam neki, hogy ne beszéljen velem úgy, mint egy hülyével, tökéletesen értem. Na, miért vagy itt? Bracchus Rex nevezetű őrült király. Ezen a börtönszigeten elszabadította a horrort, és őt küldték, hogy megállítsa. És hát teljes a bukás, mert kővé változtatták őt. Igen. Jaj, szabadítsuk meg őt. Vegyünk elő egy dárdát a dobozából, és... azt mondja, hogy jó, tehát hogy a ládájában van valami... Hát ezt eltettem a ládát is. Szerintem ez volt a ládája, itt, amit kirútoltál. Itt, amivel az ilyet találtad. Igen, de Spear nem volt benne. Ne. Jó, hát... ja, ott van benne a dárda, nézd, bele van döfve. Ki kell belőle húzni. Jó, beszélünk vele, hogy bele van rohadva a dárda. Húzzuk ki belőle, azt mondja, de nem tudjuk kihúzni belőle. Megtámadjuk. Rak nem kéne, ő volt az első, aki kedves volt velünk, nem? Na jó, de ha nem tudod kihúzni a dárdát, ide szól a... tehát itt van a zászlónk. Quest marker. Na most akkor hogy szedett ki belőle? Nem emlékszem rá. Aj. Lehet, hogy ez valamekkora szintű erő kell? Hát vagy telekinézis, vagy valami. Nem tudom telekinézéssel kivenni. Hát akkor meg hátrébb állunk, azt akkor meglövöm. Nem vertük le róla még a... Nem tudom, hogy mit kell csinálni. Hopp! Na. Hopp! Azt hiszem a dárda eltűnt belőle. Most jön a pofoszkodás. Te kapsz egy healt. Azt hallottam, hogy ez jó lesz neked. Tuti jó lesz nekem. Aha, csak fizikailag ütögetted, azt meg nem vertük le, csak a maráspáncélje. Uh-huh. Egy AP-val idáig is el tudok szaladni.
Jó, engem támad. Nem feltétlenül jó, de ez van. Nem meginni akartam. Nem, nem baj azt, hogy megitted a HP potit. Csak most damage-eljed. Lehetőleg ne fizikaival. Hát még még fagysebzésem van. Mert? Azt mondja, hogy 5-ös. A hőtágulás talán kicsinálja. A fizikait nem tudjuk leverni róla. Hát haver. Oké. Okay. Mindjárt. Köszi a hilt. Na mi van benne? Nem tudom meg. Ez egy karpercenek plusz egy memória. Tehát ad plusz egy memóriát. Az mit jelent? Hát egy plusz egy főstatot ad. Tehát plusz egy memóri. Tehát van a... Jó, de nem tudok belenézni. Tessék. És ez a memóri az a statjainkban... Ja, az az egy varázslat. Plusz... Mondhatné, igen. Megkaphatom én, vagy te szeretnéd? Vigyed. És ez csak ennyi volt. Na, szóval, akkor itt kimegyünk, itt fölfelé, ha jól sejtem. Uh-huh. Merre van a fölfelé? Vagy a kifelé? Ahol én állok. Aha, jó, megvan. Jó, hát majdnem szintet léptünk, igazából nagyon pici, 25 XP hiányzik hozzá. Uh-huh. Nézem a mapot, hogy még hová tudnánk elmenni. Hát, beszélni az őrökkel, hogy kiszabadítottuk a gyerekeket. Na, elpróbálhatjuk. Nincsenek őr... Ja, de vannak őrök, most már látom. Másik kör. Nem nálnak kötélnek? Nem igazán. Mit szólsz ahhoz, hogy... Nem igazán. Mit szólsz ahhoz, hogyha ezt itt most elmentjük? Nem tudom, hogy hogy áll a résznek a hossza, de hogy így következő részben már fogjuk megint leverni az őröket, csak most kicsit okosabban. Oké. Okay. Akkor legyen egy olyan, hogy save őrök előtt. Az úgy szerintem folyamatosan jó lesz. És akkor ennyi lesz a mostani epizódunk, és majd innen folytatjuk legközelebb, úgyhogy köszönjük mindenkinek a figyelmét, örülünk, hogy itt voltatok, legyetek rosszak, kezeket a paplan fölé, mi van még? Nem tudom. Sziasztok! Hello, hello.